A Fejér megyei kormányhivatalba látogatott dr. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. A politikus és dr. Dorkota Lajos kormány megbízott ünnepélyes keretek között köszöntötte a 10.000. ügyfelet. Januárban jött létre a Fejér megyei kormányhivatal, Dunaújvárosban és Székesfehérváron működik a Kormányablak. Egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést vállaltunk, a szolgáltató állam megteremtését, és hogy az ügyfél is mondta, elégedett a munkánkkal. A 10.000. ügyfél Diósi Zsuzsanna, akinek október 13-án elektronikus, nem hiteles tulajdonilap ügyfélkapun történő lekérdezéséhez nyújtottak szakmai, technikai és informatikai segítséget. Nekem teljesen új volt ez az ügyfélkapu rendszere, éppen ezért bejöttem hozzájuk, és a segítségükkel gondoltam, hogy jobban fogok boldogulni. Az eseményt követően a miniszter a közigazgatási államreform megvalósításának részleteiről is tájékoztatta a sajtó képviselőit. Dr. Navracsics Tibor elmondta, 2013 a járások megteremtésének éve lesz. Várhatóan 9 járást alakítanak ki, a székhelyek tekintetében még nem született döntés. A járások tekintetében nekünk van egy világos képünk. A járási kormányhivatalok a megyei kormányhivatalok alá tartoznak, a megyei kormányhivatalok területileg kihelyezett intézményei lesznek, vagyis azokat a feladatokat látják el, amelyeket megyei szinten a megyei kormányhivatalok látnak el, ehhez képest nem lesz változás. Az, hogy a megyei kormányhivatalok, illetve általában a kormányhivatalok kompetenciájában milyen kérdések tartoznak, ez pedig majd most október-novemberben fog a parlamenti vita során eldőlni, amikor az önkormányzati törvényről vitatkozik a parlament. A Magyary Zoltán program egyik fő célja a jó állam modell. Ennek részeként teremtik meg a szolgáltató, ügyfélbarát, gyors, olcsó és hatékony közigazgatás alapjait.